Tisztelt harcagiak, tisztelt harcagi polgárok, hölgyeim és uraim! A mai napon kigyulladnak advent fényei. Elkezdődik az adventi időszak, mely a közelgő karácsonyról, az újjászületésről, az erre való várakozásról szól. Ahogyan az elmúlt években, évtizedekben, most is örömmel várjuk az ünnepet. Megállunk, elcsendesülünk, magunk és szeretteink irányába fordulunk. A szeretet ünnepén felerősödnek érzelmeink családunk, közösségünk iránt. Évszázados hagyomány, miszerint adventkor már nem szokás lakodalmakat, zajos mulatságokat, táncos estéket tartani. Mégis más ez az idei várakozás. Ebben az évben az élet is megerősítette ezeket a szabályokat. Ahhoz, hogy biztonságba tudva szeretteink, nagyszüleink, szüleink, gyermekeink, szeretett családtagjaink egészségét, most valóban az elcsendesedés idejét kell, hogy megéljük. Várakozunk és reménykedünk. Reméljük, hogy az eljövendő jóval, széppel és egészséggel érkezik majd mindenki számára. Juhász Gyula szavai talán még aktuálisabbak, mint eddig. Békés, derűs karácsony éjjel, a nagy sötét mikor száll széjjel, s mikor lesz béke és derű. A megváltó születése óta hisszük, hogy csak a szeretetben születhet újjá az élet. Az adventi koszorú fényei, a négy gyertya, évszázadok óta a biztosan bekövetkező, mindannyiunkra váró örömhírre figyelmeztetnek. Arra, hogy nem vagyunk reménytelenül magunkra hagyva és kiszolgáltatva ebben a világban. Az adventi koszorún minden gyertya egy fogalmat szimbolizál. Ezek a hit, a remény, a szeretet és az öröm jelképei. A mai napon az első gyertya lángja lobban fel az adventi koszorunkon, melyről Kunman Dolna verse így szól. Advent első gyertya lángja, legyen ma a béke. Apró gyermekszívek, szép reményű éke. Ráncos, fázós kézfejeknek, forró meleg kályha, szomorú arcocskáknak, pihe puha párna. Advent első gyertyalángja, legyen ma a mosoly. Ott is, ahol szívfájdító nyomorúság honol. Hisz az adventi gyertyákban fellobbanó láng, koldusra és királyra is mennyei fényt ad. Karcagon is kigyulladnak az ünnepfényei. Ünneplő beöltözött szívvel várja városunk idén is karácsonyt. Ez a fény hassa át a mi mindennapjainkat, a mi készülődésünket is. Térjünk vissza az örök emberi értékekhez, a családhoz, a hithez, a lelkünket erősítő pillanatokhoz. Éljük meg mind közösen az ünnep igazi lényegét, az együvé tartozást, az odafigyelést, a segítést.